2024 az olimpia éve. Mit jelent ez a Harmónia Idősek Falva szempontjából? Pontosan azt jelenti, hogy mi is elszántak vagyunk, és mi is házi olimpiát rendezünk. Tehát, ha jól értem, akkor nem egyszerűen arról szól a történet, hogy bekapcsoljuk a televíziót és nézzük, hogy hogyan versenyeznek a sportolók, hanem ehhez be lehet csatlakozni időskorban is? Természetesen a mi kis házi olimpiánkon közel 60 sportágban indulhatnak a mi lakóink. Természetesen ez személyre szabott, az idősekhez hozzáállított sportágak, ami harmadszor kerül az otthonunkban megrendezésre, fergeteges sikerrel. Az olimpia hihetetlen hagyomány, és vannak felemelő pillanatok, tulajdonképpen mindegyik az, de vajon meg lehet rendezni akár formális megnyitót is? Természetesen fáklyás felvonulás, megnyitó beszéd, megadjuk a módját ennek a rendezvénynek. És a díjakat is úgy veszik át, mint az olimpián? Igen, pontosan úgy veszik át, hiszen megküzdenek érte, és mi is olimpiának hívjuk ezt a versenyt. Nagyon szeretnek versengeni, küzdeni, nagyon szeretnek együtt menni a cél érdekében, úgyhogy hatalmas sikere van ennek a rendezvénynek. Hogy készülnek erre az itt lakó idős emberek, és hogyan tudnak ebben önök segíteni? Gyógytornászunkkal felkészülnek azokra a feladatokra, amik mozgásos versenyek. Na de itt van elmebajnokság is, arra pedig szintén készülünk, külön edzünk az agyunkat, a lelkünket, hogy az olimpia napján teljesen felkészültek legyünk. Mi a tapasztalatuk, mit ad az idős embereknek egy ilyen komplex aktivitás és a hozzátartozó szertartások? Rengeteg élményt. Amikor lezajlódik egy-egy ilyen rendezvény, évekig emlegetik, őrizgetik az aranyérmeiket, az okleveleiket, sokáig beszédtéma, hiszen ez egy héten át tartó rendezvény, ahol nagyon érdekes sportágakat találtunk, kiraktunk össze. Mondok egy példát, például szögbeverése tuskóba, vagy kanállal tojásvivés A-ból B-be, vagy szemmértékverseny. Tehát arra törekszünk, hogy mindenki egészségi állapottól függetlenül részt tudjon ebbe venni, a kerekesszékesek is, és azok is, akik járóképesek, csak mondjuk nehezebben mozognak időskoruknál fogva. Aztán tényleg látszik, hogy az egész szellemiség az olimpiai játékok köré szerveződik. És milyen hatása van ennek? Az idősek aktivitása az olimpia kapcsán nem csak átmenetileg, hanem tartósan is megmarad? Igen, és mindenképpen nagyon fontos mindig azt megemlíteni, hogy nem csak az a fontos, az a cél, amit elértünk, hanem az odavezető út. Tehát ez azt jelenti, hogy ők délutánonként gyakorolnak. Van például országváros versenyszám is az olimpián, és akkor ők összeülnek és országvároshoznak, vagy keresztrejtvényt fejtenek. Tehát, hogy őnekik ez napi elfoglaltságot jelent minden nap odáig, amíg el nem jutunk magáig az eseményig. We'll be right back.